Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Következenek elsőként híreink röviden. Sajtótájékoztató, Hatházi Sándor térségünk országgyűlési képviselője beszélt a következő két év béremeléseiről és az adócsökkentésről. Véradás. A Pest megyei könyvtárba várják a segíteni akarókat december 14-én. Advent. Ökumenikus kórus hangversenyt tartottak a Református Gimnázium kápolnájában. A gazdasági növekedésnek köszönhetően a jövő évtől jelentős minimálbér emelés várható. 2010 óta Magyarországon egy felelős kormány jó gazdálkodásának és a gazdasági növekedésnek köszönhetően lehetővé vált egy újabb nagy volumenű béremelés és az ehhez kapcsolódó adócsökkentés. Erről tartott sajtótájékoztatót ma délelőtt Szentendrén Hatházi Sándor térségünk országgyűlési képviselője. A kormány 15%-os minimálbér növelést és 4% pontos munkaadói járulék csökkentést vezet be 2017-ben. A garantált bérminimum pedig 25%-kal nő jövőre. 2018-ban a minimálbér további 8, a szakmunkás bérminimum 12%-kal emelkedik, a munkáltatói járulék pedig 2%-ponttal csökken. Hatházi Sándor térségünk országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kormány az ország versenyképességét kívánja növelni a járulékok csökkentésével és a béremelésekkel. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül fontos, talán az ország életében az egyik legfontosabb kérdésről van szó, mégpedig a vállalkozások helyzetéről. És ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor egy nagyon súlyos örökséget kellett átvennünk 2010-ben, hiszen az egész ország tulajdonképpen romokba hevert, nem csak a közpénzek voltak és a költségvetés volt kritikus helyzetben, hanem a vállalkozások is, a gazdaság alapjait alkotó vállalkozások is rendkívül nehéz helyzetben voltak. Nagyon magas volt a munkanélküliség, emlékezzünk vissza, 12%-ot megközelítő mértékű volt a munkanélküliség, az európai átlag az olyan 8% körül mozog, most is, és az ehhez képest is, és az ország helyzetéhez képest is rendkívül magas volt a munkanélküliség. Nagyon sokan keresték a helyüket a világban, az országban, a településükön, az otthonukban, és nagyon sokan úgy kezdtek el szocializálódni, hogy nem volt kötött programjuk, hanem otthon várták a csodát, várták azt, hogy jobbra forduljon a helyzetük. Az előző kormányzat igazából keveset tett annak érdekében, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, illetve keveset tett annak érdekében is, hogy a régi munkahelyek megmaradjanak, hanem ilyen munkanélküli segélyeket és különféle szociális juttatásokat próbált osztani, és ezzel enyhíteni ezt a feszültséget, de az alapvető problémát ez nem kezelheti értelemszerűen. 2010-ben ezt az örökséget kellett nekünk lényegében feldolgoznunk, és egy olyan irányt meghatároznunk, amely a kivezető utat is megtalálja. A foglalkoztatás terén rendkívül jelentős eredményeket sikerült elérni. Ezt önök is tudják, ezt talán mindenki tudja. Most 4% körüli, valamivel több mint 4% a munkanélküliségi arány. Ez még mindig magas a teljes foglalkoztatottsághoz képest. Nekünk az a szándékunk egyéb iránt, hogy mindenki megtalálja a munkavilágában a maga helyét és szerepét. Tehát még további feladataink vannak. Azonban a munkaerőpiacot, hogyha megnézzük, akkor érdekes módon nem csak munkanélküliséget tapasztalunk, hanem munkaerő hiányt is tapasztalunk, és ennek több oka van. Az egyik oka értelemszerűen az az, hogy a Magyarországról nagyon sokan külföldön találták meg a jövedelemszerzési lehetőségeiket, jellemzően a szomszédos országokban, Ausztriában, kicsit távolabb Németországban, de nagyon sokan vannak Angliában, Franciaországban, az északi államokban és szerte Európában.
És ez a munkaerő, ez nálunk hiányt jelent, hiszen általában azok az emberek vállalkoztak erre, hogy külföldön keresik meg a család megélhetéséhez szükséges forrásokat, akik ambiciózusabbak, energikusabbak, talán jobban képzettek, talán jobb minőségi munkát tudnak végezni, és kint is meg tudják állni a helyüket. És ez az volt tapasztalatú, hogy a magyar munkaadók elveszítették végül is a versenyképességüket, és nem tudták, ma már egyértelműen látható, hogy nem tudják itthon tartani azokat a szakembereket, akikkel ők jó minőségű munkát és versenyképes tevékenységet tudnak folytatni. És elkezdődött egy párbeszéd a kormányzat és a munkaadók között, kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, kamarák vettek ebben a megbeszélésben, ebben az egyeztetésben részt, és arra az egyöntetű megállapítás jutottak, hogy kormányzati szinten kell beavatkozni ebbe a folyamatba, és a kormányzatnak segítenie kell azt, hogy a magyar munkaerőpiac egy egészséges irányba induljon el. A képviselő hozzátette, úgy véli, jelentős támogatás lehet a munkaadóknak a társasági adó csökkentése is. Ennek hatására 145 milliárd forintos bevétel kiesést vár a kormány, de emiatt nem kell módosítani a költségvetést, és a hiánycél sem változik. Az uniós források 60%-át, tehát több mint a felét, csak és kifejezetten a kis és közepes vállalkozások támogatására, illetve vállalkozás fejlesztésre lehet használni közvetlen támogatással és közvetett támogatással egyaránt. Én úgy gondolom, hogy ez a forrás egy jelentős támogatást, jelentős segítséget fog nyújtani a vállalkozások számára. Én abban bízom, hogy ez a forrás kellő hatékonysággal kerül felhasználásra. Azonban vannak egyéb lehetőségei a kormányzatnak, és most ezzel az egyéb lehetőséggel kíván élni, és a munkaadókkal, a kamarákkal kötött megállapodás alapján több évre vonatkozóan egy közteher csökkentő programot indított el a kormányzat, amely egyrészről a járulékok jelentős mértékű csökkentését, adók csökkentését és egyéb kedvezményes lehetőségek kiterjesztését, kibővítését foglalja magába. Most ezek közül szeretném én például elsőként kiemelni a minimálbér programot. A 2017. január 1-től a minimálbér 127.500 forint lesz. Ez egy igen jelentős előrelépés, és azt gondolom, hogy ez vállalható a vállalkozók részéről is, hiszen a foglalkoztatás kérdésében ez egy döntő tényező, hogy milyen béreket kíván és tud fizetni a munkavállalóknak. A munkavállalóknak is természetesen elemi érdekük, hogy ez a minimálbér, ez kiszámítható, folyamatosan emelkedő tétel legyen. A másik egy garantált bérminimum, amely már a szakképesítéssel rendelkező réteget érinti. Itt 2017. január 1-től 161.000 forint bruttó lesz a garantált bérminimum, és ennek a nettó értéke egyéb iránt 107.000 forint, tehát ez is egy igen jelentős változás. Azt említettem, hogy ez egy több éves program, 6 éves program tulajdonképpen, amiről most konkrétan tudunk beszélni, az a 2018-at érintő változás. A minimálbér összege a 127.500 forintról 138.000 forintra fog növekedni, és a garantált bérminimum pedig az előbb említett 161.000 forintról 180.500 forintra fog változni. Tehát ezek a tételek, ezek megállapodás alapján alakultak ki. A munkavállalók, a munkaadók és a kormányzat ezekben a tételekben állapodott meg.
Én úgy gondolom, hogy a másik része is igen jelentős. Szeretném elmondani azt, hogy a vállalkozásokat terhelő adó mértéke is jelentős mértékben csökkenni fog. Például a társasági adó az egységesen 9%-ban lesz meghatározva. Korábban a kis és közepes vállalkozások 10%-ot fizettek, tehát itt a csökkenés nem olyan látványos, a nagy vállalkozásokat viszont igen jelentősen fogja érinteni, hiszen a korábbi 15%-ról 9% pontra fog csökkenni ez a mérték. Hadházi Sándor hangsúlyozta, hogy ezen intézkedéseknek is köszönhetően egészen biztosan várható térségünkben is új munkahelyek létesülése. A képviselő elmondta, fontos céljának tekinti, hogy az itt élő embereknek ne kelljen a fővárosba járni dolgozni, hanem helyben is találjanak megfelelő munkahelyet. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete véradást hirdett Szentendrére a Pest megyei könyvtárba 2016. december 14-én szerdán 10 és 18 óra között. A programhoz kapcsolódóan ugyanitt 15 órától este fél hatig cserebere is lesz. A felajánlott adományokat a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete rászoruló családoknak juttatja el. Felcsendültek a liturgikus dallamok a Református Gimnázium kápolnájában december 4-én. 17-szer találkoztak a keresztény kórusok, hogy közös ünnepváró éneklésen vegyenek részt. A hangversenyen a közönség is bekapcsolódott az éneklésbe. Fontos szerep jutott ez alkalommal is a Református Gimnázium 25 regiszteres két manuálos mechanikus orgonájának december 4-én, amikor 17. alkalommal találkoztak a város liturgikus énekkarai, akik ingyenes koncertet adtak advent második hétvégéjén. Ismert művek hangoztak el, és a közönség is bekapcsolódott a közös éneklésbe. Ez egy hagyományos rendezvény már városunkban, idén 17-szer kerül megrendezésre, 2000-ben volt az első, akkor még ökumenikus kórus találkozónak hívtuk, azóta kórus hangversenyként évről évre kerül megrendezésre. Kik a résztvevői? A résztvevői Szentendre városában működő keresztény felekezeti énekkarok. Ebben az évben a Ferences Gimnázium kórusa, a Református Gimnáziumnak a kórusa, az evangélikus énekkar és a református kórus. Mi a célja egy ilyen rendezvénynek? A célja, hogy mivel liturgikus keretek közt énekelnek ezek a kórusok, egy kicsit egymás közt is énekelhessenek, így megismerhessük egymás énekét, énekelhessünk együtt ökumenikus közösségben, ezért a közönséget is éneklésre hívjuk. Muzika Bálta kórus ma nem szerepel, ezt is én vezetem, mint a református kórus, velük tegnap érkeztünk haza egy bécsi fellépésről, úgyhogy ezért ez a rekettes hang. Nagy erővel készülünk az adventi koncertre december 18-ára, 66. évünket tapossuk azzal az énekarral. A város több felekezetétől érkeztek énekkarok, hogy együtt hangolódjanak a közeledő ünnepekre a közönséggel. Az elmúlt évekhez hasonlóan sokan voltak kíváncsiak ez alkalommal is az adventi kórus találkozóra. Ma este nagyon széles a repertoár, protestáns szerzők művei, tehát Johann Sebastian Bachtól hallunk az evangélikus kórus előadásában, református kórussal mi átiratot énekelünk, egy szintén barokk Benedetto Marcello művét, illetve egy angol szerző Vaughan Williams darabja is elhangzik. A gimnazisták is mind keresztény énekfeldolgozásokat fognak énekelni, ferences gimnazisták spirituálékat is. Ami hagyományosan a cél, hogy együtt énekelni az Úristen dicsőségére, nagyon jó, és erre hívunk mindenkit.
Időről időre komoly zenei koncerteknek ad otthont a Református Gimnázium kápolnája, és nem csak az ünnepi várakozás időszakában. Hamarosan a Múzika Beáta Kórus az új Szentendrei Kamarazenekar ünnepi előadását is hallhatja a közönség december 18-án a Péter Pál templomban. Műsorokban felcsendülnek majd a dallamok Vivaldi, Händel és Bárdos Lajos műveiből is. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Művészváros című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!